Az 1956. évi forradalom és szabadságharc évfordulójához kapcsolódó salgótarjáni megemlékezések hagyományos kezdőjelenete. 17. alkalommal érkezett a megyeszékhelyre Sirilla György, sportoló, hosszú távfutó, hogy együtt emlékezzen a salgótarjániakkal 56 hőseire. Itt indultál el az útra, s itt jártad ki az iskolát. Itt élnek a barátaid, és itt találtad meg szerelmedet. A nagy világon e kívül nincs máshol helye. Az ismert és ismeretlen Nógrád megyei mártírok emlékművénél kezdődött a városi megemlékezés. Az alkalomból ünnepi beszédet mondott Serfalvi Péter, nemzeti utánpótlás nevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. 1956 hőseire emlékezünk, azokra a nagy elődökre, akik az életüket áldozták a magyar szabadságért. Kötelességünk mindenkinek fejet hajtani nagy tetteik előtt. Én sportvezetőként külön hálás vagyok azért, hogy Salgótarjánban futással is emlékezünk hőseinkre. Köszönet a városvezetésnek és a szervezőknek. És engedjék meg, hogy külön köszöntsem Sirilla György urat is, akit úgy neveztem, hogy élő legendát. Nagy szükségünk van mostanában is a példaképekre, olyan emberekre, akik inspirálják a fiatalokat, és hát, utat mutatnak a mozgás és a sportos életmód felé. A szabadságharcosok hősiessége hitet adott minden korban a szabad emberi lélek parancsuralmi rendszerek feletti győzelmében, fogalmazott Fekete Zsolt. A polgármester hozzátette, október 23-án meg kell hajolnunk azok előtt a hétköznapi emberek előtt is, akik segítették mindenkor a szabadságért folyó küzdelmet, de nem jegyezték fel nevüket a történelem könyvekben. Fejet hajtok azok előtt, akik a forradalom leverése után vállalva az előre ki nem számítható, embert próbáló nehézségeket itt maradtak hazánkban. Előttük, akik itt mutatták meg, hogy emberek, számomra ők az igazi hősök, ők a mi szüleink, nagyszüleink. A forradalom és az itt maradt emberek megtanítanak bennünket arra, hogy csatákat vívjunk. Csatákat a mindennapokban, a család összetartásáért, gyermekeinkért, barátainkért. Ezek jelentősége épp oly nagy, épp olyan nagy, mint az akkori forradalomé. Hiszen az emberekhez méltó élet a szabadságban gyökerezik. 1956 a szabadság jelképévé vált. Olyan jelképé, amely reményt adhat számunkra, és megerősíthet minket abban, hogy közös céljainkat csak is együtt, valódi összefogással tudjuk elérni. Ezért emlékezünk, ezért dolgozunk. Ezért emlékezzünk együtt, és ezért dolgozzunk együtt. Skuci Nándor, a megyei közgyűlés elnöke megköszönte Valiskó Ferenc sok éves munkáját, melynek eredményeként Salgótarjánban futással emlékeznek évről évre 56 hőseire. Hozzátette, büszkének kell lennünk a salgótarjániak 56-os helytállására. Városunk polgárainak nincs szégyenkezni valójuk. Ha más tájakon járva, beszélgetés közben egymás mellé kerül Salgótarján és 1956. Ellenkezőleg, mi büszkék vagyunk forradalmunkra, a tarjániak 56-os helytállására, a munkás szolidaritás csúcsára, és büszkék vagyunk az emlékfutásra, büszkék vagyunk Valiskó Ferencre, Feri bácsira, aki nem csak a rendezvény megálmodója, annak a mai napig is motorja. Legyetek bátrak, erősek, lendületesek, és legyetek kitartóak azokban a célokban, amiket el akartok érni, mert ennek rendkívül nagy jelentősége van. Zárásként Sirilla György adta át az országjáró futása során szerzett jó kívánságokat a városlakóknak. Ezt követően az emlékezők megkoszorúzták az ismert és ismeretlen Nógrád megyei mártírok emlékművét. Az ünnepséget követően elstartolt a 26. október 23-ai emlékfutás, váltó és családi futóverseny.